Húha, mi van a kardot hegyi? Igazi középkori hangulat fogadta a betérőt a Múzeum utca Plusz programon. Éppen a Históriás udvarban jártunk, amikor ezek a bajvívó lovagok megmérették magukat. A közönség pedig igen hálás. Kicsik-nagyok, különböző korosztály, családok a résztvevői a megelevenedett történelmi bemutatónak. Páncélokat, fegyvereket néztünk meg. Igazából a nagy fiunkat érdekli mostanában a középkor, és ezért jöttünk el, hogy megnézzük. Nagyon érdekli mostanában a nagyobbik kisfiunkat ez, és minden téren, tehát lovagokat rajzol, páncélos lovagot rajzol, lovast rajzol, inkább a festés megy, neki nagyon szereti ezeket, de hát éljük ezt a mindennapokban, van mindenféle felszerelése hozzá, meg készítünk is otthon hozzá, úgyhogy most ez nagyon érdekli őt. Az ország különböző pontjairól érkezett hagyományőrzők által benépesített nyüzsgő 14-16. Századi középkori tábor életébe csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a korszak viseletével és fegyvereivel, a mindennapi élet eszközeivel és sok más érdekességgel. Ők éppen a kaposvári Fekete Sereg lovagrend tagjai, Szabó Péter a kapitány és Jegenyés Balázs az egyik harcos. A csapat többi tagja a táborban tartózkodik. Ez egy nagyon régóta lévő érdeklődés. Gyerekkorom óta mi öcsémmel mind a ketten tagok vagyunk. Gyerekkorom óta, tehát fából faragtunk tényleg fakardot, avval ütöttük, vágtuk egymást anyámék legnagyobb örömére. És hát most én 2011 óta vagyok tagja a lovagrendnek. A lovagrend idén 21 éves, tehát 21. évi felállása van. Ez egy életmód igazából. Az embernek a gondolkodásmódjában is változást hoz, ha akarja, hanem kicsit a középkori ember gondolkodásvilágába, életvitelébe, látásmódjába enged be tekintést, méghozzá úgy, hogy ez szerves részévé is válik valahol a mindennapi, hétköznapi életünknek is. Lett légyen az, nem tudom, a szavahihetőség, a becsületkódexek, modern értelmezési átvitele. Ez nem csak a hétvégéket veszi igénybe, ugye ez az egész, itt a felkészülések az hétköznapokban is benne vannak, mind a felszerelés, karbantartás, nehogy Isten gyártása, mind maga a hétvégére való felkészülés, ez a hétnek az végén mondjuk már össze kell pakolni a felszerelést, előkészülni, hogy a hétvégén megfelelően tudjon az ember megjelenni, és utána a hét elején pedig ezeket mind el kell pakolni, kell tisztítani. Tehát egy folyamatos elfoglaltságot igényel az embernek, nincs az, hogy most fél éven keresztül rá se néz az ember a dolgokra, mert megrozsdásodik, elványad, le kell ápolni a bőrdolgokat, a fém tárgyakat, mindegyiket. Tehát ez egy egész éves elfoglaltság az ember életében, plusz ugye mi azért minden hétvégén igyekszünk edzéseket tartani. A hitelesség véget fontos a korhű ruházat, ezért a hozzáértő készítőktől veszik, illetve maguk készítik viseletüket. Vannak az országban páncélkovácsok, Péter is egyébként ezzel is foglalkozik, de vannak ruha készítők is az ország számos pontján, akiktől ezeket a ruházatokat meg lehet vásárolni. Egyedileg is méretre, meg különböző típusokat is lehet kérni tőlük, mert szerencsére a 15. században rengeteg ruházat fönnmaradt, rengeteg típusú ruházat fönnmaradt, és ezekből lehet válogatni. Ezek tompa kardok. A valóságban is igazából csak a kardnak a vége, az utolsó egyharmad része volt kiélezve, pont azért is, hogy a kétkezesre fogjuk a kardot, vannak kimondott kétkezes technikák. Egyrészt azért is nem élezzük, hogy ne okozzunk nagyobb sérülést egymásra, meg a felszerelésbe is. Nagyobbat nem, de kicsi már volt azért. Van, igen, itt van az arcomon, és azt is egy kardnak a hegye okozta sajnos. A Históriás udvarban a többnapos programsorozat alkalmával a legújabb mohácsi csatatérkutatásról és tömegsírfeltárásokról is hallhattak előadást az érdeklődők a Janus Pannonius Múzeum szervezésében.